Sziasztok, itt vagyok a Kossuth téren jelenleg, itt van a Farlabán, itt van valami színpadot, itt nagyon építenek, valószínűleg a mostani ilyen ez a eukarisztikus, vagy milyen kongresszus részekért, valószínűleg itt is lesz valami. És ugye, tulajdonképpen ezért az emlékműért jöttem most ide, ugye ezt már régóta meg akartam nézni, hát most sikerül is, na. Megfordulok, hogy esetleg el tudjátok olvasni. És hát ennyi, itt van lent. Mindjárt emlék és megnézem, mi van itt. Még tényleg a városok nevei is vannak. Pontosan valamelyik nagyobb betűvel, valamelyik kisebbel. Viszont nem sorban van, úgyhogy nehéz keresgélni. Ugye nehéz megkeresni, hogyha egy ismerős várost akarnál. Például a Kecskemétet nagy betűvel írták. Kálóz is nagyobbal van írva, viszont a legtöbb az tényleg ez a olyan picivel van. Kiskundorozsma is, meg Mezőkövesd is nagy betűset kapott, Abony. Itt van Rákosszent Mihály. Egy ismerős város. Gödöllő, Kispest. Azt nem tudom, mitől függ, hogy melyik milyen betűtípus kap, vagy hát milyen betűméretet. És ott van Békés. Na, Békés viszont nagyot kapott. Akkor itt vagyunk lent. Tűz. Egy körbe járom, hát ha van itt még valami, de szerintem ennyi. Hát, gázláng, ahogy hallom. És itt van meg a lejárat, meg a városok nevei, mind a két oldalt van. Hát ennyi, hát ez egy kis rövid videó lett erről az emlékhelyről. Sikerült megnézni, most erre jártam. Mondom, hogy egy néhány perces videót érdemesnek kiszentelni. Úgyhogy ez ennyi lett volna. Sziasztok!